Nagyon szépen köszönöm a Bicskei TV megkeresését, hogy elfogadták. Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára van velünk a vonalban, és a mai témánk 30 ezer gyerek vett részt tavasszal az iskolában az erdő programban, augusztustól jön a folytatás. A részletekről főtitkár úrat kérdezzük. Igen, az Országos Erdészeti Egyesület kezdeményezésére indult ez a program. Most 2024 év elején indítottuk útjára az iskolában az erdő programot. Az erdőpedagógiai környezetnevelési tevékenységünk az nekünk nagy múltú, hiszen egy több mint 35 iskolából álló erdészeti erdőiskola hálózatot fogunk összeműködtetünk. Az iskolában az erdőprogram segítségével azzal most még több gyermeket tudunk elérni és eljuttatni hozzájuk az erdők legfontosabb üzeneteit. Ez azt jelenti, hogy erdőpedagógusaink azok a jelentkezett iskolákban az erdő és fenntarthatóság témakörében kidolgozott tematikus foglalkozással mennek be, és ott egy délelőtt alatt akár három osztálynak is tartanak ilyen foglalkozásokat, és ezeknek a foglalkozásoknak a keretében nagyon jól tudjuk érzékenyíteni a gyerekeket. Itt most elsősorban az alsós korosztályra kell gondolni, de 5.-6. gyerekek is volt, hogy részt vettek ebben a kezdeményezésben. Úgyhogy nagyon, nagyon jól működik, és az a tapasztalat, hogy nagyon nagy igény van rá, hiszen egy elég szomorú dolog például, hogy az első és másodikos korosztálynak a legfogékonyabb, legérzékenyebb időszakában nincsen például környezet ismerete, és mint tantárgy, és akkor ezt is egy kicsit így kiegészíti. Alapvetően célunk ezzel a programmal az, hogy az erdők felé irányítsuk a gyerekek tekintetét, és reményeink szerint az erdészeti erdőiskolák felé is könnyebben mozdulnak majd ezután. Igen, itt láthatjuk már ugye a beszámolóik alapján, hogy rengeteg sikeres programon vannak túl. Hogyan fogadják ezt a gyerekek? A gyerekekről talán van a mostani generációról van egy olyan képzetünk, hogy alapvetően inkább csak a telefonjukhoz, a virtuális valósághoz kötődnek, de ez igazából a programjainkban, itt akár említhetem az erdélyi vándortábor programot, vagy iskolában az erdő programot és számos egyéb programunkat. Tehát látszik, hogy csak el kell kapni a tekintetüket, és utána tényleg meg lehet szólítani őket ezekkel az erdők üzeneteivel, úgy szoktuk mondani, és utána pedig teljesen fogékonyá válnak, és ugyanúgy teljes gyermeki lelkesedéssel tudnak rácsodálkozni, akár egy szarvasbogárra, vagy a fának egy eredetére, kérgére, és meglátni azokat az összefüggéseket, amikre szeretnénk mi ráirányítani a figyelmet, hogy ez az erdei életközösség ez mennyire szép, és mennyire sokat lehet tanulni tőle. Ugye jelen állás szerint további 500 intézmény regisztrálhat augusztus 26-ától a programban. Ugye mi most Fejér megyéből beszélünk, ugye korábban Pest, Budapest, Hajdú, Borsod volt főként, ahonnan jelentkeztek, de a kérdés az, hogy innen Fejérből is jelentkezhetünk, aki esetlegesen ezt a riportot hallgatja, és pedagógusként, illetve iskolában való szerepköréből adódóan tevékenységet érez ez iránt. Igen, több mint 500 iskolába jutottunk el tavasszal. Ennek az 500 intézménynek most, akinél már voltunk, nekik most az őszi időszakban nem lesz lehetőségük, ezzel is kicsit nyitva és minél többeknek megadva lehetőséget, hogy részt vegyenek a programunkban. Úgyhogy augusztus 26-án javaslom, hogy mindenki látogasson fel az iskolában az erdő.hu felületre, és ott láthatja majd a részleteket, és jelentkezhet, és természetesen Fejér megyéből is minél több jelentkezést várunk, és örülünk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára volt velünk a vonalban. Még egyszer nagyon köszönjük, titkár úr, az interjút.